támadnak a vérszívók. Minden eddiginél nagyobb kullancsinvázió várható idén. Az elmúlt 25 évben nem voltak kemény, talajmenti faggyal járó telek. A felmérések szerint pedig az elmúlt 5 évben meg 10-szereződött a kullancsok száma. Ráadásul az utóbbi években urbanizálódtak. Nem csak az erdőn, mezőn tett kirándulásokon, a városok parkjaiban, strandokon, kertészkedés közben is lesnek áldozataikra. Betér valaki egy kirándulás után, akkor nem néhány kullancsot, hanem közel egy tucat kullancsot távolítunk el. Tehát mindenhol, erdőn, mezőn, a városok parkjaiba, kertjeibe éldegélők is figyeljenek, a kullancsok most már ott lesnek mindenhol rájuk, és most indulnak a nyaralási szezonok, akkor is figyeljenek, mert a vérszívók, a kullancsok a strandokon, a természetes élővizek, vízpartjain, Balaton, Velencei part körül is vadásszák áldozataikat, tehát ma már sajnos sehol sincs biztonságban senki, csak az, aki védekezik az ajánlásaink szerint. A magyarországi kullancsok fele fertőző, és ezeknek 95%-a a Lyme-kór valamelyik vagy akár több baktériumát is terjeszti. És a fennmaradó 5%-ba marad a babéziózis, az erlichiózis, kullancsenkefalitis, a tibola, a tularémia, és hát ne felejtsük el, hogy mindig hoznak újdonságokat a kullancsok, és hát annyira csibészek, hogy a város közepébe telepítettek egy új kórokozót, az pedig a krími kongói vérzéses láznak a vírusa. Ott, mint egy biológiai bomba, meg van húzódva, és durranásra készül ez a kórokozó. Hát akárhova kilépnek, és főleg, hogyha a Margit-szigetre kimennek, nagyon figyeljenek a kullancs elleni védekezés betartására, mert aki nem védekezik, az bizony egy nagyon csúnya vérzéses lázfertőzés szedhet össze, de nagy szansz van ott is a Lyme-kór begyűjtésére. Fontos tudni, ha sünit látnak, ne babusgassák a gyerekekkel. A sün ugyanis a kullancsok kedvenc fészke. Nem tud megszabadulni a vérszívóktól, és mivel nem betegszik meg, sokáig életben tartja őket. A Margit-szigeten egy süniben akár 50 kullancs is lehet. Ki gondolná azt, hogy egy sündisznó, aki védtelen, aranyos és puffog és döcög előttünk, mennyire veszélyessé tud lenni. A sün az egyik olyan állat a természetben, amit a kullancs terjesztette kórokozók nem betegítenek meg, bennük szaporodnak, feldúsulnak, és az őket csípő kullancsok kiszívják belőlük ezeket a kórokozókat, majd ezek a kullancsmamák lepottyannak a talajra, és néhány hét alatt 2-3 ezer fertőző kullancsgyereknek adnak életet. Emiatt érthető, hogy tudtak az országban ennyire elterjedni. Az igazi járványtani kulcs azonban az országjáró, kiránduló kutya. 20-30-40 évvel ezelőtt még nem voltak cseppentő készítmények, amivel lehetett volna a kutyákat a kullancsokkal védeni. És hát ha a Balaton felvidéken vagy bárhol, Vasba, Zalába, vagy az északi középhegységbe kirándult egy városlakó család, és hazajöttek a kirándulásról a kutyájuk testén akár egy kullancsal, az mondjuk itt a feneketlen tó környékén lepottyant a kutyáról, és a tóparton áldott állapotba került, és 2-3 ezer fertőző kullancsgyereknek adott életet. Így már ez a líra érthető, hogy egy fertőző kullancsmama is potenciálisan egy parkot, egy kertet be tud népesíteni villámgyorsan. Kerüljük az erdőben a vadetetőket, vadcsapásokat. Otthon a lakóövezetből pedig rekesszük ki az erdei, mezei állatokat. Ne hagyjuk a telkünkön elburjánzani a bozótost. A magam példáját tudom felhozni. Én a kertemet is erődítményként használom. 2,5 méter magas betonkerítés veszi körül a házamat, kertemet, hogy véletlenül se tudjon a kertbe bármilyen erdei, mezei állat immigrálni, mert ha ezek az állatkák bejutnak egy kertbe, egy pillanat alatt be tudják népesíteni azt a biztonságosnak hitt területet. Én nyugodtan mezitláb is kimehetek a kertbe, kertészkedhetek, biztosan nem szedek össze kullancsot, de aki építészetileg és más egyéb módszerekkel nem védi a birtokát, az most már egész éven át a saját kertjébe is összeszedhet kullancsot. Tehát mindenféleképpen a kutyatartók figyelmét hívom föl, hogy a legnagyobb felelősség az ő vállukon van. Aki mostantól
nem alkalmaz a kutyájára kullancsgyilkos piripról hatóanyagú cseppentőkészítményt, az saját magát, a lakó környezete tagjait, illetőleg a kerület és a település lakóit veszélyezteti. Mindenekelőtt fontos, hogy nem szabad félni. Meg kell ismerni a természetben rejlő veszélyforrásokat, a védekezést meg kell tanulni, és a mindennapokban pedig alkalmazni. Ebben érdemes a Kullancszövetség 5+1-es ajánlását követni. Az első pont a védőoltás. Az ember esetében a vírusos agyvelő és agyhártyagyulladás ellen van, a kutyák esetén Lyme-kór ellen. A második pont a kullancsok, szúnyogok elriasztása. Mivel, hogy számos más, közel 1 tucat fertőző betegséget terjesztenek a kullancsok, mindenféleképpen a természetbe indulás előtt tanácsos, hogy kövessék példámat, én a pikaridin hatóanyagú sprét, krémet és rolonos készítményt használom a kétlábú családtagokra, a négylábúakra pedig a kullancsgyilkos piripról cseppet. Bármilyen elővigyázatosak is vagyunk, akkor is megcsíphet minket a kullancs, ezért a harmadik pont a kullancs szakszerű eltávolítása. Mindenféleképpen legyen a hátizsákba vagy a nyaraló egészségügyi dobozában kullancskanál. Ez az egyszerű kis orvostechnikai eszköz fertőzés veszélymentesen távolítja el a kullancsot. Ez nagyon lényeges, hogy nem szabad olyan módszert alkalmazni, ami megszorítja vagy folytogatja a kullancsot, mert ő is egy érző lény, és a gyötrődését, ha kiváltják, akkor pont az ellenkezőjét váltják ki, tehát kínlódásába, kórokozó tartalmú nyálat fog áldozatába köpni. Tehát mindig kullancskanállal, ezzel a kis orvostechnikai eszközzel távolítsák el a kifejlett vérszívót. A kiszedett vérszívót ne tapossuk el, és ne dobjuk ki. Ugyanis az ajánlás negyedik pontja szerint a teteméből a gyógyszertárakban kapható kullancstesztel azonnal megállapítható, hordozott-e Lyme-kort okozó baktériumot, vagy sem. Ha fertőző volt a kullancs, akkor sem kell megijedni. A csípet 2 vagy 4 lábú áldozatot orvosi állatorvosi megfigyelés alá kell helyezni. Egy naptárba föl kell jegyezni a csípés idejét, helyét, testáját, és esetleg lázas, rossz közérzettel induló tünetek vannak, akkor ezt közölni kell az orvossal, állatorvossal, és akkor nem fog félre menni a pozitív kullancsteszt birtokába a diagnosztika, mert rögtön asszociálni fog az orvos, állatorvos a Lyme-kórra. Ugyanis a Lyme-kór egy olyan betegség, hogy 2 egyforma beteg nincs, tehát nem követi a klasszikus fertőző betegségek projektjét, protokollját. A klasszikus betegségeknél minden fertőzött ugyanolyan lépcsőfokokon és tüneteken megy át, hogyha a rubeoláról, kanyaróról vagy más egyéb betegségről beszélünk például, teljesen kiszámítható és tudott minden. A Lyme-kór esetében 2 egyforma állati és emberi beteg nincs, ezért a diagnosztika, pláne a habituális diagnosztika rendkívül nehéz. De egy ilyen információ, hogy pozitív kullancsteszt volt a csípett betegnél, ez nagyban jó irányba tolja az orvosi gondolkodást. Az 5. járványtani értelemben legfontosabb preventív pont, hogy mindenki kezelje havonta a kutyáját piripról hatóanyagú kullancsgyilkos cseppentőoldattal. Az 5 pontos védekezési protokollra még egy bónusz plusz is jár. Ha valaki Lyme-kóros lesz, nem kell megijedni. A Lyme-kór egy bakteriális betegség, ha időben van diagnosztizálva és megfelelően van kezelve a beteg, meg fog az illető gyógyulni. Itt arról kell beszéljünk, hogy a vizsgálataink kimutatták, hogy a fertőző kullancsípések közel 50%-ában a kullancsok a borélia avzelivel fertőzik a beteget, ami okozza ezt a kokárda alakú bőrgyulladást, izomgyulladást, más egyéb tüneteket. Itt kell megjegyezni, mert a köztudatban az van, hogy mindig Lyme-folttal indul egy Lyme-kór, ez nem igaz, ez csak a borélia avzeli fertőzés esetében. Ha borélia garini fertőzi az áldozatot, akkor idegrendszeri problémák lépnek fel javarészt, ott nincs kokárda alakú bőrfolt. Ha pedig a borélia burdorferi csípia, vagy kerül az áldozatba, akkor meg ízületgyulladás lesz, és kokárda folt nincs ott. Most az idegrendszeri megbetegedések azok közel olyan 40%-osak a kullancsípések tekintetében. Az ízületi megbetegedések közel 8%-ot alkotják a betegcsoportnak,
és marad még közel 2%. Ebbe van a negyedik törzs, amiről még nem sokat tudunk, ez a Borrelia spelmani, de Európában már megérkezett egy ötödik törzs, a Borrelia miyamotoi. A Lyme-kóros betegek kezelésében a terápia főcsapás iránya az, hogy megfelelően kiválasztott, megfelelően testsúlyra dozírozott és időig adott antibiotikumot kapjon a beteg a kórképnek megfelelően, de önmagában csak az antibiotikumtól nem fog meggyógyulni azért, mert a boréliák ellentétben a többi kórokozóval nem a vérkeringéssel mennek szét a szervezetbe, hanem a szövetközti térbe rágcsálják magukat és mennek előre, ebből kifolyólag bedarálják idézőjelben a hajszálér hálózatot. Ez mutatja azt, hogy a vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a fehér vérsejtek nagyobb létszámban vannak az artériás véráramban ennél a fertőzésnél, mert nem a vérkeringéssel terjednek, és a szervezet, az immunrendszer fehér vérsejtekkel próbálja bombázni a borrelia baktériumokat. Ennek az lesz a következménye, hogy a hajszálerekben kicsi dugók képződnek, és leáll a beteg területnek a keringése, tehát nem tud eljutni az antibiotikum a célterületre. Ezért egy természetes narancskivonatból készült gyógyszert kell kapni a betegnek, ami ezt a hajszálér keringést, a mikrocirkulációt teszi rendbe, és hogy a beteg minden energia és anyagcsere szintje tudjon működni, multivitamin ásványanyag kiegészítőt is kell kapjon az ilyen beteg, valamint kell kapjon olyan cseppet, ami szintén az immunrendszert erősíti, ez egy hungarikum gyógyszer, mindenki ismeri, mindenki szedi, de a lánykorosoknak nagyon fontos, hogy szedjék. És ami nagyon lényeges, hogy a magyar tudomány, a magyar tudós fej nagyon sokat dolgozik, és sok esetben előbbre jár a világ előtt, mint ahol a világ tart. Nem olyan régen került piacra egy magyar orvostechnikai eszköz, egy ilyen egyszerű kis lézereszköz, ami nagyon sok kórképre használható, és használható a Lyme-kórosokra is. Nagyon javasolt, hogy a Lyme-kórosokat is kezeljék ezzel a kis eszközzel. Nagyon egyszerű a használata, egyszerűen nóziba kell dugni. Ez a kis eszköz forradalmasítani fogja a gyógyászatot itt Magyarországon is és a világban is, ugyanis a lézer jelentette veszélyeket ez a kis eszköz már nem hordozza, csak a lézer gyógyító erejét. A szervezet sejtjeit készteti a lézerfény arra, hogy minden öngyógyító mechanizmust beindítson, és a sejtek, szövetek vésztartalékait felhasználja a gyógyulás érdekébe. Ez semmilyen gyógyszer, semmilyen más technológia nem tudja kiváltani a beteg sejtekből, és ebből kifolyólag a gyógyszeres terápia mellett egy nagyon fontos és nagyon hatékony és a gyógyulás gyorsító technológia kerül az orvos-állatorvos kezébe, és hát ez a magyar fejlesztésű lézereszköz, ez most már mindenki számára hozzáférhető, ez az első olyan lézereszköz, amit már nem csak szakorvosok, állatorvosok használhatnak, hanem bárki. A természet a legcsodálatosabb rekreációs hely. Ne féljük, ismerjük meg a veszélyforrásokat, tanuljunk meg védekezni és alkalmazzuk a mindennapokban. Tudjuk biztonságban kétlábú és négylábú szeretteinket is.